Christopher Walken, Haas van der Péter. Lindsay Crowes, Farkasinski Edit. Idegenek áldozata. További magyar hangok. Cető Ádám, Szabó Éva, Kisvirág, Jancsik Csaba, Tarján Péter, Varga Rókus. Magyar szöveg Gbúr Tímea, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, rendezőasszisztens Boskó Andrea, gyártásvezető Szász Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely. A szinkront az IKÓ Kábel TV megbízásából a Syncom stúdió készítette. Zene Eric Clapton. Fényképezte Louis Irving. Kap-kap! A forgatókönyvet írta Whitley Strieber. Azt mondja... Ez tetszik. Oké, igen. Kipikkopi, nak-nak, héberül van jelentése. Igen, nak-nak, vicces, igen. Rendezte Philip Moura. Nem tudhatta, hogy a város hogyan... Milyen város, romlott város, ez az istenverte város, elkárhozott város. Nem tudhatta, hogy ez a romlott istenverte város eltévedtek. Valami szörnyű. Csináld már! Sütnöm is kell a franc üssön beléd! Ne dühíts fel! Mi a fele történt veled? Hol van apa? Nem tudom, talán dolgozik. Mindjárt meg lesz. Megvan, ez az jó lesz, igen, ez az. Mi nagyon történt? Szupi. Rossz a számítógép. Érgesen nem vagy szép. Már valahogy semmi sem sikerült. Totális összeomlás. Add ide a kabátot. Szörnyű ez a nap. Micsoda egy pocsék, na borzasztó. Ékás, kérek egy puszit. Valami bajod van? Egyszerűen pocsék napon volt. A számítógép elromlott. Aztán a farkas festmény csak úgy lepattant a falról. A torkomnak esett. Én nem provokáltam. Aztán felhívott anyát, hogy széttörött a WC. A kacsa, amit csütöttem, megpróbált kioktatni az életről. A komputer minden adatot kitörölt, amikor kikapcsolt. Nem csoda, hogy nem tudtam tovább folytatni az amerikai regényt. Ez azt jelenti, hogy túlfáradt vagy ahhoz, hogy vidékre menjünk? Nem, ez nem azt jelenti. Mi veszett el? Elveszett még egy napom, vagyis aranyat veszítettem. Elszállt az arany és a jegyzetem, köd és fantomok. Amire igazán vágyom, az egy kis vigasz. Már megint. Biztosan oka van annak, hogy kikapcsolt a számítógép. És mi lehet az? Lehet, hogy... A könyv, amin dolgozom, nem igazán jó. Miért gyötröd magad ilyenekkel? Szerencsétlen egybeesés. Ne. Ez a kacsa. A csőzgépcsőn kell elmenekülnünk. Már csak ez hiányzott. Engedek vizet. Adj még valamit, hogy itt meg tudja fogni. Forró. Hogy kell kikapcsolni? A kóddal.
Igen, és mi a kódja? 66466 6664 1857 Már csak nem jó, nem jó! Az esküvőn napja. Ez nem igaz, nem jó. És ég a piros lámpa. Nem igaz, nem igaz. Mindig történik valami a rohadt életben. Kinyitnád végre. Igen. Mi a csuda történt? Sajnálom, nagyon sajnálom, mert megint egy kisebb katasztrófa. Jaj, drágám, mi a baj? Mi történt itt? Még kérditek, nem látod? Igen, és hát ki az ablak, hogy kiveszítve, jó? Ez az, hadd jöjjön be egy kis levegő. Több levegő látod, kéne. Látod, kihez mentem, férhez? Nyissátok már ki az ablakot, légy szíves. Tedd az arcod elé. Köszi. Lassan lélegezz. Értem már, nem megyünk vidékre, ugye? Jó napot. Maradjatok már csöndben. Nem tudom, hogy a múltkor is... Már megint, nézze. Ilyen a tűz. Én sütöttem. Ez maradt. Kacsa. Szép. Abból már nem lakunk jól. 891, 5. utca, a házszám 303, és a 23-as lakás. Ismétlem, 23-as. Múltkor figyelmeztettük. Igaz, sajnálom. Elküldtük önnek a felszólítást is. Én, de ez a szerkezet olyan érzik... $200. Ez őrület. Új rendelet. De csak úgy elrólott, én nem tudom, hogy történt. Vissza az állomásra. Köszönjük. Csak a kajafüstölt. Nem úszod meg. A főzés a nő dolga. A helyes kód 3392781, tudom a kódot. Igen, a múltkor mert is. Mert a mértani, nem, a számtani középérték lesz, jó? A szülinapod az. Nem működik. Itt még nem riasztottál senkit. Na, látod, mit szólsz? En minden kódot tud. Gyertek be. Hová is tegyem? Apa? Apa? Apa! Apa! Mi van? Bókok! Menj a nagy, ki kell nyírni! Ott van még egy nagy is! Ott veszik a nadrágodon! Gyerünk, csinálj már valamit! Ilyen egy csöndes este vidéken. Itt mászik. Kész, mert veled fog aludni. Énekelj neki. Ha kimész a szobából, és később visszajössz, addig általában eltűnnek. De én örülök, hogy ez nem az én szobám. Jó éjszakát! Tudod, lehetséges, hogy nem is csak pókokat láttam az imént. Na, gyerünk. Mondj valami izgit. Szex. Gyerünk. Mondd azt, hogy erekció. Mondanád kérlek, hogy erekció? Sosem mondanám. Tudod, kíváncsi lennék, mit csinál Alex. Miért fontos az, hogy most el mit tudom csinál? Képzelni. Szokás szerint román akcentussal mondja, emlékszem a farkasra, emlékszem, bent volt a lakásban. Látom a sötétet, a sűrű erdőt, és aztán... Szerepedik. És az erdőben pokoli csend volt. Amíg nem jöttek a farkasok.
De itt nincsenek farkasok. Vajon létezhetnek szellemek? Ez a ház még új. A farkasok szellemeire gondoltam. Pontosabban arra, amit megöltek. Jaj, nem már! Maradj már csöndben! Vagyis, udvaroljak még? Szép vagy. Köszi. Nem is tudom már, mikor öleltelek segítségkel. Könnyen felejtek. Van itt bent valaki? Mi történik itt, kisfőnök? Mi a baj? Nyugi. Itt volt valami nyugalom. Nagyon rossz. Ébresztő, itt vagyok. Nyugalom, csak álmodtál. Nyugalom. Nem, apa. Csak rémálom volt. Jó, csak egy rossz álom volt. Elkaptak, apa. Hát, tudod, ilyenek ezek a rémálmok. Elkapják benne az embert, mert ugye bárha nem kapnának el benne, nem lenne rémálom. Érted már? Na, mumusok, vonuljatok szépen vissza. Igen. Tudsz valami dalt? Igazi indiános nótára gondolok.
Tudsz? Tudod az indiánok vadász dalát? Igen. Ajja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 jj
Jól van, és most alvás. Ő is kiabált, nem igaz, hogy nem hallottátok, hogy kiabált. Te tényleg kiabáltál? Rosszat álmodott, ráadásul nekem is rémálmom volt. Mint neki. Én meg olyan mélyen aludtam, végre kialudtam magam. Úgy aludtál, mint a bunda. Na? Azt mondtad, láttál valamit tegnap este. Az is olyan volt, mint egy nagy pók. Apa, az nem csak álom volt. Ilyenek a rémálmok. Mondtam, hogy nem álmodtam. Ugyan. Rajtad nem lepődtem meg, Vitt. Azok után, hogy mindent felfaltál, amit találtál, nem csoda, hogy ez történt. Szerencsé, hogy nem történt semmi komoly. Egy vagyont fizettem a riasztóért. Az állatok piszkálhatták. Hogy aludtatok? Hát, valahogy nagyon világos volt a szobában. Bekapcsolt a szuperriasztó berendezés. Jaj. Egy szúnyog működésbe hoztam. Nagyon erős fény áradt a szobába, aludni sem lehetett. Talán egy mókus volt a bűnös. Biztos a mosdóból jött a fény. Nem, ez a fény egyenesen kintről jött. Látnotok kellett, olyan volt, mintha nappal lenne. Bevallom, azt hittem, hogy tűz van kint. Lejöttem lassan a lépcsőn, láttam a fényt, láttam azt a nagy fényt, és aztán nem lehet... Az a fény eltűnt, biztosan csak a holdat láthattam. Mindannyian csak álmodtunk. Talán a teli hold miatt álmodtuk mind ugyanazt. Badarság. Nem a hold világított. Csak álmodtunk. Az egész ház fényben fürdött, a plafon is világított, nem álom volt. Mondom, a hold? Nem lehet. Ugyanazt láttuk, ezért nem is álmodhattuk. Fiam, miért nem veszel mindjárt még egy darabot ebből a banános sütiből? Ízorgia. Jól sikerült. Nem lehet abba hagyni. Még egy, a végén rosszul leszel. Három, négy, de kéne, megvan. Még éhes vagyok. Én haza akarok menni. Sajnálom, semmi bajom sincs, nincs rá magyarázat. Vitli, kérlek, vigyél minket haza. Mondja, Alex, ne bolondozz már. Tudom jól, hogy nem a holdat láttam. Haza akarok menni. Alex, mi az négy betű és egy régi olasz város? Vigyél minket haza, Vitli! Ne haragudjatok. Rendben. Csak gyorsan elpakolunk és indulunk. Borzasztó éjszakánk volt. Most vicceltek? Ezeket meg mi lehet-e? Nem tudom. Mondjátok meg, miért van erre szükség? Ez őrület. Kösz, hogy hazaviszel minket. Nincs mit. Végül is busszal is jöhettünk volna. Erre nincs busz. De még busz megállót sem láttam. Farkasok voltak a szekrényben, farkasok az alaksorban, mindenhol farkasok voltak. Reklámban utaztak, szendvicset és sört árultak. Óriás hamburgert tettek és sört ittak, miközben baseball meccset néztek a tévében. Kezükben egy nagy csomag sült krumpli volt, ami egy lónak is elég. Jól érezték magukat. Baseball meccsekre jártak, élvezték az életet. Öltöd már fel! Valahogy nincs kedvem hozzá, megöregettem, könnyen megsérülök. Gyerünk, 10 perc múlva Greenbergéknél kell lennünk, Andy már vár. Pattog az ostor, szegény rabszolgákra ma újabb koktélparti vár. Baromira nincs kedvem kimozdulni, megint elvesztegettem egy napot.
Szüksége van rád, olyan érzékeny, ma nincs jó kedve. Mi a baja? Én nem tudom. Megbánthatták az iskolában. Nekem nem mondja el, mert nő vagyok. Ezt vedd fel. Ezt pedig levesszük. Elefánt leszel, megígérted neki. Ez most az arra... Vagy a feneke? Nem tudom. A szürke garbodat húzd fel, az elefántok szürkék. Kap fel gyorsan a nadrágot, siess. Na jó. Gyerünk már. Nem, srácok, ne felejtjétek! Áldást osztunk, nem kiposztunk! Oké, kapjátok fel a batyukat! Isten óvja a város lakóit! Köszönöm, tesszük! Ahó! Köszönöm! Viszlát! Ez az, most már mehet! Menjetek szépen, nyomás! Nehogy összepakossanak! Várj csak a tesszük! Köszönjük a meghívást, Freddy! Jó ez a jelmezi, örültem neked! Lerálhatod az orrodat! Most mi bajod? Nem tetszik az ormányom? Olyan vagány! Hát, a többi apukának nincs ilyen orra. Tedd a frigóba, még kellett. Ezt használhatod tiszta. Úgy lesz, barátom. Szia! Sziasztok! Gyerünk, vár a munka! Remélem, nem jöttök ma már vissza. Nem. Minden jót! Viszlát. Sziasztok! Ó, nem szabad félni. Én egy kicsit félek, egy kicsit kezdek félni. De félek. Azt hiszem, ránk már várnak itt lent. Ez az. Még közelebb, Csak itt vagy, Csíny. Tűnjön innen! Mi a franc? Mi a franc? Mi a franc? Ide nem eljönni! Soha többé! Nekem ez volt a trükköm. Miért jön? Hogy merészt ezt ilyen csinálni? Ez a viccelt, a tényleg rosszat nem csináltam. Ne hívj a bárhívogát egy felnőtt ember létére. Itt üvöltözik egy kicsit, olyan full ez a jelmez. Sártatlan kislánnyal. Ezek ott majdnem széttéptek. Andy, köszönjél szépen apádtól. Jó hét. Aludj jól, kis főnök. Most lefektetem a gyereket, és aztán beszélünk. Ó, ez csodálatos. Nem lesz csodálatos, de szükséges. Ezek megőrültek. Nem az én hibám. Hallgatlak. Hány éves vagy? Túlreagáltam. Mi van veled, Ridley? Mi történt veled? Megijedtem. Mondd, minek nézel engem? Azt hiszed, nem látom, hogy mit csinálsz. Mostanában nem megy olyan jól az írás. És akkor? De miért ijeszgeted a fiadat? Én magam is megijedtem. Egy egyszerű Halloween masktól? Igen. Egy Halloween maszk ijesztett meg? Talán visszhangos a szoba? Igen. Most mit mondjak erre? Hogy is kéne? Nem tudom. Hogy lehet így megijedni egy gumimasktól?
Mert ilyet már láttam. Igazit. Élőben. Vintli, ne csináld ezt velem. Irány a sarokba. Már van egy gyerekem. Nem akarok még egyet. Jól van. Ha te sem beszélsz többé az ügyről, én sem. Az előbb biztos volt itt valami. Tudom. Nincs itt senki. Mit csinálsz? A szokásosat. Na és hogy megy? Nincs semmi ötletem. Nagy rendetlenség van itt. Hogy tudsz így dolgozni, rendet rakni? Hadd csak úgy, szeretem a rendetlenséget, szeretem a morzsákat is, ahol írok. Most mondom, hogy ne nyúlj a dolgaimhoz. Régen volt humorérzéked. Üdvözlünk mindenkit a Szent Márk iskola másodikosainak ünnepségén. Andy, ez csodálatos volt. Köszönjük, fiam. Tényleg fantasztikus volt. Nem hagytatok ki egyetlen szentet sem. Miért vagyunk szomorúak? Hogy mondhatsz ilyet, drágám? Mert azok vagyunk. Remekül mulattunk az imént. De apa szomorú. Tudod, mostanában nehezebben megy az írás. Nem sokára jön a télapó, és meglátod majd jó kedvederét. Így van, pár nap, és itt a télapó, és az remek lesz. Jön a karácsony, meg minden. Ez az ügyes. Nem olyan gyorsan, elesed! Jól vagy! Igen, remélem. A télapó egy igazi crossbitot kértem, ami még a havon is megy. Remélem nem felejti el. Biztosan nem. A télapó mindenre emlékszik, és mindent tud, ugye, apu? Igen. És akkor megjelent egy angyal, amitől a pásztorok nagyon megrémültek. De az angyalka megszólalt. Az Úr küldött hozzátok. Szeretem ezt olvasni. Vedd le a ruhádat. Vedd le, és menjünk át a másik szobába. Add ide! Jaj, ne! Add már ide! Thank you.
Van itt bent valaki? Talán volt itt egy bagoly tegnap este? Egy bagoly? Úgy emlékszem, láttam egyet. Hol? Bejött az ablakon. De zárva volt. Akkor még itt lesz. Remélem. Nem fázol így. Csak álmodhattad. Pokoli álom volt. Hadd áruljak el egy nagyon fontos dolgot a grizzly medvékről. Nem csak, hogy olyan hatalmasak, mint mondjuk egy Volkswagen, hanem még 30 mérföldes sebességgel is képesek szaladni. Még a fára is felmásznak utánad. Keresd a nyomot, Andy. Nagy lábnyoma van. Mekkora? Nem érzem jól magam. Mi van? Gyere már, apa! Én nem vagyok jól. Apa, gyere! A fejem itt hátul. Apa, gyere már! De mi a baj? Van itt egy pici pont, egy kis... Apa! Talán pókcsípés lehet. Apu, gyere! Fáj, amikor megnyomom? Igen. Ó, bocsánat. Jól vagy? Apa! Indulhatunk. Menjünk haza. Várj még, várj egy kicsit. Mi van már megint? Hát nem látod? Most félsz? Nagyon félsz? Én nem félek. Akkor mi a baj? Csak körbejárom a házat, mert valami nagyon nem stimmel. Tehát körbejárnád a házat? Az az miért nem maradsz hogy... inkább itt? De miért lett ilyen sötét? Bújj mellém az ágyba. Mi a franc van veled? Halálra rémülsz attól, hogy nem látszik a hold. Csak egy felhő. Teljesen tiszta az ég volt. Mi a csodáról beszélsz? Egy felhő eltakarta a holdat. Sehol sincs nem felhő. Mi a francról beszélsz? Milyen felhő? Miért lett hirtelen ilyen nem sötét? Nem akarod csinálni abból, hogy egy felhő eltakarta a holdat. Elegem van már ebből meg a mániás űrutazásaiból is. Betolj egy árnytól. Nem mondhatsz nekem ilyeneket. Hagyd már abba, Whitley! Mert... Komolyan mondom, ez már nevetséges. Hagyd már abba! A gyerek oda eltahasszik. Fejezd be, Whitley! Téri már észhez, kérlek! Annyira elegem van ebből. Mondd meg, mi a baj? Hogy lehet ennyire félni valamitől? Rendes szerető feleség vagyok, gyönyörű gyereked van. Mi a büdös francot művelsz? Te idióta barom. Hagyj békén. Nem vagy komplett.
Csodát csináltok itt. Mire lövöldöztél, apa? Gyere ide. Én azt hiszem, reggel felhívom Sam Friedmant. Én nem tudtam, hogy te voltál. Nem tudtam. Ennyi. Nézett ezzel itt. Ez a kis sérülés? Igen. Egy kicsit piros. Két nappal ezelőtt úgy fájt, hogy azt hittem szétrobban a fejem. Te most jól vagy. Felöltözhetsz. Meggyőződésem, hogy belopóztak a házamba. És az éjszaka közepén kivonszoltak. Tehát elraboltak? Elővettek valami nagy tűfélét, aztán beleszúrták a tűt hátul a fejembe. Ez az a seb, amit mutattam neked. Látod, ott maradt a helye. Beszéltél már ennek erről? Mégis mi az ördögöt mondhattam volna neki? Előbb tudnom kéne nekem, hogy mégis mi történik, nem? Nem mondhattam neki, hogy bocs, de hirtelen elveszítettem a józan eszem. Ennek nem lett volna értelme. Szükséged lenne egy pszichiáterre. Szia! Hello! Hol jártál? Sétáltam egy kicsit. Mit mondott Sam? Sam jól van, üdvözletét küldi. Ebből nem kérsz? Nem, köszönöm. Elküldött egy specialistához. Jó. Egy nőhöz, akinek a szakterülete, hogy is mondjam csak, az erőszakos cselekmények. Kérsz valamit inni? Nem. Erőszakos cselekmények. Tudod, az a fura pont itt hátul. Igen? Én biztos vagyok benne, hogy megszúrtak. Tehát, amikor én... Várj egy kicsit.
Azt mondod, Sam megszólt? Nem. Azon az estén, karácsony estén. Azon az estén, na jó, elmondom. Én láttam őket. Kiket láttál? Azon az estén eljöttek, értem. Ki jött el, érted? Valaki bejött a házunkba, és... Mikor? Ki jött be? Valaki bejött a házba, megfogott, és... És valamivel megszúrta itt hátul a tarkómat. És... Tudom, hogy ez nevetséges, de... Kicsi volt, kékszínű, és még többen is voltak. Vékony, hosszúkás arc, hatalmas szemekkel, és... Tudom, különösen hangzik. Nem úgy néztek ki, mint az emberi lények. Ne haragudj, hogy? Szerintem Sam tudod. Kíváncsi lennék, mi a véleménye erről. Én biztos vagyok benne, hogy hallucinálok. Nagyfokú, hogy is mondják, pszichikus hallucináció. Tehát erről lehet szó. Hát ennyit tudok mondani neked, Dióhéjban. Gyerünk! Kimentetek, és szépen itt hagytatok engem teljesen egyedül. Csak egy percre mentünk ki. Sétáltunk egy kicsit. Elfeledkeztetek rólam. Veszekedtetek. Sose feledkeznék el rólad. Remélem is, hogy így van. Na és most, te kis buksi. Tessék aludni. Anya, van Isten? Azt hiszem. Remélem. De ezt senki sem tudhatja biztosan. Senki. Ezt senki sem tudhatja biztosan. Akkor egyedül vagyunk a picike kékes doktorbácsikkal. Ha? Kik azok a kék doktorbácsik? Akik bejöttek a kabinba. Nagy sötét szemük van. Nagyon félelmetesek. Azt mondták, nem fogunk bántani, de... Én könyörögtem nekik, hogy menjenek el. Ők meg csak rám világítottak a lámpájukkal. Isten, miért nem hallgatott meg? Elmondhatom ugyanazt, mint apu. Erre tessék. Janet Duffy vagyok. Örvendek Enstreetből. Jó napot. Üdvözlöm. Örülök. Kérem, üljenek le. Már beszéltem Sammel. Nem zavaró egymás jelenléte? Dehogy. Jó így. Helyes. Már egy jó jel. Tehát. Sam biztos elmondta már, hogy pici kék emberkéket láttam. Bejöttek a házamba, és magukkal vittek meg a többi dolgot. Ön iszik? Hát néha, de nincs közehez. Drogozik? Fiatal koromban kipróbáltam pár dolgot, de azóta már több eszem van. Hallucinációk, fantáziálás unalmában. Csak ilyen alkalmankénti nagyzási hóbort. Mondja el, mi történt önnel? Mit mondhatnék még? Ezek az apró kék törpék bejöttek. Ez az egész olyan nevetséges. Kivittek a házból, és aztán beleszúrtak egy tűt a fejembe, és... Megvizsgálták a bérrendszeremet. Ez mikor is történt? Karácsony másnapján. Ugye? December 26-án. Háborgatták-e önt ezt megelőzően? Nem.
Szörnyen fél a betolakodóktól. Mert elszigetelt ház. De igazából nincsenek betolakodók, ugye? Nem, csak hangok, érzetek, amiket elmondtam, de tudja, semmit sem lehet igazából azonosítani. Együtt töltöttünk egy hétvégét még októberben a barátainkkal, Alexel és Sarával. Valamitől úgy megrémültek, hogy azonnal hazamentek. Ők is látták azt a fényt. Fényárban úszott az egész ház. Annyira megijedtek, hogy hazamentek már másnap. És... De... Nagyon érzékeny a riasztórendszer a házban. Lámpák és... betörésjelző készülékek. Megpróbáltak rájönni, hogy mi történt akkor? Nem... Nem gondolkodtunk, nem volt, mint gondolkodjunk. Akkor miért ijedtek meg? Mégis mi történt? Már elmondtam önnek, fogalmam sincs róla. Nekem fogalmam sincs, hogy miért vagyok itt. Azt sem tudom, hogy mit csinálok. Miért kell még beszélnünk erről? Láttam valamit, és ők is láttak valamit. Erős fényben úszott minden. Csak erre emlékszem. Nekem az az érzésem, uram, hogy ezt a mindannyiunk számára különös bizonytalanságot hipnózissal talán megszüntethetnénk, feltéve, hogy beleegyezik. Hipnózis? Egészen egyszerű eljárás. Igen hatásos némely lélektani trauma esetében, főleg, amikor a páciens képtelen visszaemlékezni a történtekre. Előbb megyek a Dili házba, mint hogy hagyjam, hogy ez a nő... Hülyét csináljon belőlem a kísérletével. Ez a doktornő profi. Sam ajánlotta őt, mert a módszerét mindenhol elismerik. Te figyeltél rá egyáltalán? Hogy... Ezt mégis hogy érted? Miért kéne fizetnem azért, mert beszélnek hozzá? Például azért, mert a múltkor majdnem lelőttél. Én sokkal érdekesebb vagyok, mint ő. Neki kéne fizetnie nekem. Te öntelt hólyag. Legalább ülj már rendesen. Élni sincs kedvem. Hadd mondjak neked valamit. Szépen visszamész a rendelőbe. Aláveted magad a vizsgálatnak, máskülönben elválok tőled. Már rendesen ülök, így jó lesz. Nyom ez a cipő. Ülök és rettegek. Nos, boldog vagy? Őrült asszony. Tehát mit kell tennem? Mit gondol, én bent maradhatok vele? Nos, az első alkalommal jobb, ha egyedül van. Rendben. Tehát? Nyugi, nem villamos székben ül. Figyeljen rám, Whitley. Kérem, nézze az ujjamat. Jól van, csak az ujjamra figyeljen. 10-ig fogok számolni, miközben ön elalszik. És mire befejezem, addigra mély álomba zuhan. 1. Mélyen alszik. 2. Mélyen alszik. 3. Mélyen alszik. 4. Mélyen alszik. 5. Mélyen alszik. Whitley? Whitley, menjünk vissza arra a bizonyos napra. Október 4-e éjszakájára. Október 4-ét írunk. Mondja meg, mit lát. Október 4-e, mozgalmas nap, írok, főzök, őrület a konyhában. Alex és Sarah megérkezik, vidékre készültünk. Azt hittem már, sosem engedsz be minket. Igen? Ülünk az autóban, beszélgetünk, forgalmas az út, sötétedik. Odaérünk, nem tudom kikapcsolni a riasztórendszert, mert ha hozzáérek, teljesen megbolondul. Nem kikapcsolja, bemegyünk a házba, tüzet gyújtunk. Ez az első tűz idén, majd aludni megyünk. Mi történik, miután lefekszenek? Az éjszaka közepén felébredek. De ezt én nem...
valami elsuhan az ablak előtt. Mi az, ami elsuhan az ablak előtt? Egy fény. Nagy, olyan fényes. De nem akarok ezen gondolkodni, ezért visszafekszem az ágyamba. Van itt bent valaki? Tudod, hogy látlak. Látok valakit. Látok ott valakit, de úgy érzem, hogy nem tetszik. Minden rendben lesz. Húj elő! Minden rendben lesz. Tűnés! Tűnj innen! Takarodj! Takarodj! Miért engem? Miért pont engem? Ez nem jó, hogy nem tudom megtenni. Whitley, mondja el, mit lát. Majdnem olyan az alakja, olyan... Van rajta valami, és belefecskendez valamit a tudatomba. A képzelet... A képzelet széthullik. A falak összeomlanak. A kisfiam halott. Mondd, miért kell meghalnom, apa? Miért? Már nem vagyok hipnózisban, ugye? Azt hiszem, épp most ért véget. Haza akarok menni, nem tudom folytatni. Erre nincs szükségem. Whitley. Rossz álmok. Whitley. Tudom, hogy szörnyen rossz volt, de már vége. Ennek még nincs vége, még nincs. Bármi is történt a múltjában, már jól van. Nem tudja, csak ezt mondja. Ez az igazság, már jól van. Whitley. Whitley. Engedje elmenni, hadd gondolkodjon. Bocsánat, eltévedtem. Uram, nem tudja, hogy hol van ennek a busznak a végállomása. Hát... Ezt nem hiszem el. Itt is egy csapda. Ti itt mindannyi ottnak óriási nagy meglepetésben lesz része, igen. Nagy furcsa meglepetés. Kérsz még valamit, Vint? Nem, kösz. Mindenki téged keres. Hogy találtál meg? Nem küldött ide. Nagyon haragszom rá. Menjünk haza. Elmondta, mi történt? Hát nagyjából. Amikor az orvos hipnotizált, mind azt hitték, hogy majd hülye betörőkről fogok beszélni, de képzeld, valami egészen másra emlékeztem. Mire? Rohadt gülüszemű kék törpékre. Itt vagyunk, meghoztam. Hogy érzi magát? Jól. Bocsánat, amiért olyan őrült voltam. Ugyan ne aggódjon emiatt. Sokat gondolkodtam. Keresett valaki? Nem. Nem? Whitley. Van itt egy érdekes csoport, amihez ön is csatlakozhatna. Egy csoport? Emberek, akik ugyanazokat látták, mint ön. Nem, én nem hinném. Mondtam, hogy léteznek.
Van még egy jó pár páciensem, akik ugyanazt látták és élték át, mint maga. Nem. Hát jó. Létezik egy betegség, temporális epilepszia, mely pont ilyen hallucinációt idéz elő. De mindannyian láttuk a fényt. Mi is epilepsziásak vagyunk. Ráadásul én még fura hangokat is hallottam. Van egy teszt, amivel eldönthetjük, hogy valóban betege. Készüljön fel, mert egy icipicit kellemetlen lesz. Egy kicsit szúr, szurkál valami. Ne mozduljon, csak nyugodtan. Ne beszéljen. Mennyi ideig fog tartani? Nem sokáig, kb. 45 percig. Azt szeretném kérni, hogy jó mély lélegzeteket vegyen. Rendben, kérem, a száján keresztül lélegezzen. Csukja be a szemét. Nyissa ki a szemét. A gyógyszer, amit az imént adtam önnek, most egy rövid időre ellazítja. Vannak. A teszt eredménye negatív. Ön nem szenved temporális epilepsziában. Szia, apa! Alpuci, már annyira vártam, hogy haza gyere. Segítenél nekem elaludni? Tudod, nagyon rosszul éreztem magam nélküled. Majd hangtalanul... A fehér kamélia lehult. Csak a mélység hangja maradt, mely vízhanggal válaszolt. Milyen sok kép van ehhez a pár mondathoz? Igen. Japán vers, úgy hívják, hogy haiku. Apa, van nekem egy nagy gondom. És mi az? A koponya folyton bámul rám, a nagy szemeivel. Mindig őt látom a fejemben. Rosszat álmodtál? Nem. Láttam a kis kék doktorokat, és a vékony magasakat is. A nagy szemükkel. Valóban léteznek? Nem tudom. Te mit gondolsz erről? Nem is tudom. Valahogy félek tőlük. Valahogy? Úgy értem, nem teljesen. Csúnyák ezért. Rémisztőek. De... Mégis finomak és tökéletesek, mint ez a vers. Tíz mélyen alszik. Nagyon-nagyon mélyen alszik. En, most visszamegyünk az időben. Emlékszik a karácsonyra? Jó, menjünk egy kicsit még előbbre. Gondoljon arra az estére, amikor Alex és Sarah megérkeztek önökhöz. Emlékszik rá, mi történt? Nem mondhatnánk, hogy nyugodt esténk volt. Folytassa.
Tele volt a házunk. Mint egy partin. Egy partin? Azt hiszem, Whitley legtöbbször nem nagyon volt jelen. A fiával mi van? Úristen! Sikortozik! Nekem fáj, ahogy hallom. Mintha történne vele valami. Whitley megy, én is menni akarok. Mennem kell. Neked nem kell velünk jönned. De menni akarok! Neked az ágyban kell maradnod. Mennem kell, mert csikoltozik a kisfiam! Anne, most ki beszél magához? Nem maradhatok itt, mennem kell! Nem tudok! Nem akarok itt maradni! Nem! Mondja meg, ki nem engedi? Felébredtem, már ébren vagyok, ugye? Igen, hirtelen felébredt. Nem tudom, valaki vagy valami... Volt ott valaki más is. Úgy hívja őket, hogy kicsi doktor bácsik. Ez nem tetszik nekem. Ő még olyan kicsike. Most mit tegyük? Vigyük el a doktornőhöz egy hipnózisra. Nem, ahhoz még túl fiatal. Inkább elmegyek én, hogy végre megtudjuk, mi ez. Whitley, készüljön. Most visszamegyünk december 26-ára, karácsony másnapjának éjjelére. Mit evett vacsorára? Libát áfonya mártással, batátát és karácsonyi maradékokat. Már késő éjszaka van. Tovább megyünk az időben. Mi történik? Ellenőrzöm a házat. Miért? Megnézem, nem jött-e be valaki. Kire gondol? Hát azokra a lényekre. Tehát már ismeri azokat a lényeket? Persze. Elmondta valakinek? Azt megtiltották. Nálam a fegyver. Mire kellett a fegyver? Hogy mire kellett? Úgy éreztem, hogy talán... Van bent valaki, és bujkál a házamban. Vét, most kicsit előbbre viszem az időben, azon az éjjelen. Ellazult, mélyen alszik, laza és nyugodt marad. Mi történik? Én vagyok te, és te vagy én, és itt vagyunk. Én vagyok, aki álmodik, és te vagy az álom. Szörnyű. Amit velem tesznek.
Elegem van, nem csinálom, hazamegyek. Milyen szagod van? Te öreg vagy? Kérlek, engedj el. Fel akarok ébredni. Itt vagyok mesztelenül. Mesztelenül. És úgy beszélek veled, mintha igazi volnál. Menj a francba! Ez szörnyű. Inkább beszéljük meg. Ez lenne a karácsony ajándékom? Megtörted a tudatomat. Megölelek. Hogy mered? Megölelek. Megtörted a tudatomat. Innen nem szabadulhatok. Gyertek be! Ő az anyukáját akarja. Szabadulhatok! Egy ébresztő. Kettő ébresztő. Részleteket látok az életemből. Mi van ott, Vít? Három ébren van. Most már... Köszönöm. Most már tudom. Azok a dolgok az életemből megtörténtek. Átöröklődtek. Most a fiamon a sor. Láttam már őket régen is.
Nyilván még gyermekkorában. Nem. Mint ahogy látom önt, vagy látom ezeket, vagy bármit látok ebben a szobában. Azt mondta, van az a csoport. Igen, egy speciális csoport. Nem szeretnék megőrülni. Hadd mutassam be önöknek Ent és Whitleyt. Whitleynek sok érdekes és izgalmas élményben volt része. Ő író. Nem hinném, hogy jól fogom érezni magam egy író társaságában. Vége van, ha kiszivárog ez az egész. A többiekre is rémisztőleg hat a foglalkozása? Nézzünk szembe azzal, hogy az újságok majd kigúnyolnak. Olcsó viccek tárgya leszünk. Én nem újságíró vagyok, saját sztorikat, regényeket írok. És mit akar rólunk írni? Talán vígjátékot? Várjon, kérem. Whitley nem azért van itt közöttünk, mert író, hanem azért, amiért önök. Elmondaná nekünk, kérem, hogy mire emlékszik a történtekből? Hogy mire emlékszem? Ez az egész olyan valószerűtlen, mert nem tudom, mi történt. Szörnyek. Bejöttek a házamba. Alacsony zömöklények, akik fura overált viseltek, vagy a nyulánkfajta nagy szemekkel? Hogyan? Mi? Ki volt még önnel? Ezt hogy érti? Ne értetlenkedjen már! Milyen földön kívüli ejtette Rabulőt? Bob, mi nem áldozatok vagyunk, kizárólag csak résztvevők. Az igaz, hogy nem sokat tudok magukról, de én nagyon is áldozat voltam. Én nem akartam azt, amit történt, nem kértem őket. Ó, egy pillanat, hadd beszéljen az új tag. Hallgatjuk, Whitley. Ki rabolta el magát? Látta az űrhajót? Űrhajót? Igen. Ez a házamban történt, vidéken. Van esetleg kör vagy háromszög alakú sérülés bárhol a testén? Nincs. Mert a legtöbbünket megjelölték, de hadd térjek vissza ehhez a résztvevő dologhoz. Én tiltakoztam az ellen, amit velem tettek. Például a végbéltükrözés ellen is hadakoztam. Nancy! Ez nem vicc. Mi mind áldozatok vagyunk, mert nem kértük, hogy ezt tegyék velünk. Megpróbáljuk a hasznunkra fordítani mindazt, ami történt. Máskülönben az életünk örökös rettegés lenne. Egymásra találtunk. Beszélünk róla. És nevetünk. Néha. Tehát mit, mind űrkadétok vagyunk? Mi a fene? Használjuk ki a remek alkalmat. Ez nem vicc. Azok a lények léteznek. Még akkor is, ha nem tudjuk bizonyítani. Lehet, hogy közhelyként hangzik, de ezek a látogatók űrhajókon érkeznek. És sokunkkal vannak kapcsolatban. Persze ezt nevezhetjük gömbvillámnak, vagy rossz álomnak, hallucinációnak, meteornak, bárminek. Talán furcsán hangzik. Mi vagyunk, akik bujkálunk. Engem először 1959-ben látogattak meg. Az ágyamban fekve olvastam, amikor hirtelen egy nagy csapat lény kék egyenruhában besétált a szobámba. Alacsonyak voltak, 1 méter 20 centi magasak lehettek. Az arcuk, hát, elég rémisztő volt. Az egyikőjük rátette a kezét a csuklomra, és olyan fura... Nyilkos volt. Mint a béka bőre. Aztán azt mondta, nem kell félned, nem rád vagyunk kíváncsiak. A gyermek az érdekes, akit a szíved alatt hordasz. Engedték, hogy megtartsd? A lányom egy csodálatos nő lett. Most az ő kislánya érintett a dologban. És ő mennyi idős? Az unokám 6 éves. Átörökölte. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy szembenézünk ezzel. Máskülönben teljesen tönkre mehet az egész életünk. Higgyék el, én tudom. Jó, mert maguk legalább itt vannak egymásnak. Az én férjemnek nem volt ilyen élménye. És orvoshoz küldött. Mióta ide járok, már nem nyugtalankodik miattam. Én rosszabbul jártam, mint Lori. Neki legalább van gyereke és unokája. 3 hónapos terhes voltam.
És a férjemmel együtt hatalmas fényt láttunk odakint. Aztán lefeküdtünk. Reggel arra ébredtem, hogy már nem vagyok terhes többé. Whitley, nem akar nekünk mesélni arról, mi történt önnel? Én szeretnék hazamenni. Tudják, nekünk is van egy gyerekünk, és előbb megbeszélnénk ezt a dolgot otthon. Köszönjük. Köszönjük. Minden jó. Viszlát. Köszönjük. Visszavárjuk. Jobb lett volna, ha itt marad. Próbáltuk a hipnózist, próbáltuk ezt, próbáltuk azt, aztán megint ezt, megint azt. Itt az idő, hogy most én magam találjak ki valami mást. Maga azonnal választ akar, amikor sajnos még a kérdéssel sem vagyunk tisztában. Hogy? Így van. De ha én a józan eszemnél lennék, egyszer végre biztosan kitalálnám. Ennek nincs köze a józan észhez. Legyen türelemmel. Vigyázzon magára. Nem vagyok el ragadó. Mit mivel? Most készülsz a férfi vadásodra? Ne várj rám ma este, bébi! Mi a fenét csinálsz? Majd jövök, bébi! Hová mész? Elugrom egy doboz cigért. De hát nem is dohányzol.
Most ébren vagyok. Ezt akarod mondani? Most ébren vagyok. Mondanék pár dolgot, először is kellemes ünnepeket. Másodszor pedig tartsa az asztal felett a kezét mindvégig. Haza akarok menni, kérem, engedjenek haza. Öreg vagy? Megtörtétek a tudatomat? Megöllek. Beszéljük meg inkább. Nem tudok felkelni. Én vagyok, aki álmodik. Te vagy az álom. Nézd! Az egyetlen dolgot, ami igazán számít itt, azt most mindjárt megmutatom neked. Jöttem ide, hogy azt mondd, hogy ez itt a lényeg. Van még ez alatt is valami, mert ezt nem hiszem el. Olyan vagy, mint egy doboz, egy kínai doboz. Kinyitod, és benne van egy másik, és abban is egy másik. Nem akarod előttem felfedni magad, ugye? Ez itt egy kínai doboz. Neked viszont nem szabad meglátnod őt. Érted? Ezt jól nézd az eszedbe. Tehát nem engeded, hogy megnézzelek. Igazán jó ötlet. Van itt valaki? Apa, apa! Mit keresel itthon? A suliban kéne lenned. Anya megengedte, hogy segítsek neki várni téged. Tudu, csiki. Épp háborúztunk. Hogyha közben nem jössz haza, csúnyán kikapott volna. Láttam őket. Tényleg? Történt valami. Hogy vagy? Jól. Gyere, apu, hadd mutassak neked valamit. Csináltam egy jó játékot a számítógépeden. Jó, mutasd. Mi történt? Táncoltak. Mit táncoltak? Bossa Novát, honnan tudjam? Tudtomra adták, hogy én vagyok a
kiválasztott. Valamiért. És meghívtak, hogy menjek velük. Örökre akarták. És aztán reggel lett. Azt kérték, hogy menj velük? Igen. Hazajöttem összepakolni a cuccamat. Úgy látszik, nem elég egy seb a fejeden. Mindjárt kapsz tőlem még egyet. Nem elég különlegesek ahhoz, hogy ámulatba ejtsenek. Visszatérve arra, amiről beszéltünk, hogy mindent tudhatnak rólunk, most azt gondolhatják, hogy otthon ülünk és nézzük a nászutasokat a tévében. Tudod, Ralphot és Alice-t olyanok, mint mi, ezért választottak engem. Tudod, mit gondolom? Mit? Nekem nem számít. Bárkik is ők. Mindent tudnak rólunk a telekommunikáció útján. Ha a fénysebességre gondolunk, ma este még a híreket is velünk hallgathatják. Balgaság lenne azt hinni, hogy egyedül vagyunk a világban. Az emberek régen azt gondolták, hogy a Föld lapos, és ez a világ központja, ami teljesen kizárja más lények létezését. Változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon. A világunk egyre kisebb lesz. Jó volna új életeket megismerni. Nem tudom. Nem tudom, mit láttál. De számít ez? Nem számít. Isten volt. Valami rendkívüli tapasztaltál, de tudod, Istennek sok arca van. Sok-sok álarca. A történelmünk felelős a jelenünkért. Ők talán az evolúció egyik arca, mely bizony komoly hatással lehet az emberi elmére. Mondjak valamit? Nagyon megrémítesz, mert szörnyen messze utaztál. De visszatértél. Megváltoztál. Ők adtak neked valamit. Igen, ajándékot kaptál tőlük. Élj át vele. He's living. Look at this. I got it all right here. Look at this. Anne, wake up. This great book. It's the first chapter. Look, wait. Okay. I got this great first chapter. I got such an idea about how to start. Andy, ébredj, gyerünk, gyorsan! Ébredj! Mutatok valamit. Whitley! Itt.
csinálunk? Keresünk valamit? Hatalmas fényt láttam. Hová megyünk? Anya, mit csinálunk? Semmit. Menjünk vissza aludni. Lehet, hogy repülő volt, vagy helikopter. Látod, milyen szép a hold? Menjünk be! Várj csak, Andy, gyere ide! Gyere, kicsim! Nem, ez így nem jó. Kicsit rövidebb kéne. Na, higgyük, hogy a világegyetemben nem létezik más értelmes lény az emberek kívül. Régen a Földet is laposnak gondolták, tehát a végső konklúzió, hogy a gondolkodásmódunkon kell változtatnunk. Tekintetjük őket az evolúció arcának, mely nagy hatással van a... Csodás könyvet írok. Rólatok.